sziasztok, minden, ami külföld. A mai nap folyamán Balázs Barbara lesz a vendégem. Miért is kértem fel egy beszélgetésre? Még a múlt évben megkeresett Facebookon, és kért egy olyan szívességet, hogy a szakdolgozatához, hogyha lehet, akkor szeretne külföldön élő magyarokat meginterjúvolni egy kérdőív keretében a kultúrsokkal kapcsolatban, és szeretnék beszélgetni ma a szakdolgozatáról, és hogy ő el fogja mondani, hogy neki milyen élményei, milyen tapasztalatai voltak akkor a kérdőív kitöltése alapján. Szia, Barbi! Hello, sziasztok! Mi volt akkor a címe a szakdolgozatnak, amit választottál, és miért pont ezt választottad? A szakdolgozatom címe a kulturális sok változása a 2000-es évektől napjainkig címet viseli, bár azt hiszem nem találom, mert nem a kulturális sok változik, hanem amit leírtam meg, amire jutottam, az, hogy az emberek hozzáállása változik meg. És azért ezt választottam, mert ahogy haladtunk az egyetemen a tananyaggal, a kommunikációs ismeretek órán, jött egy ilyen jelenség, amiről tanultunk, ez volt a kulturális sok, ami ugye az új környezetbe, az új kultúrába való belekerülés okozta sok élménynek a folyamata, és nekem ez így érdekesnek tűnt, hogy persze nyilván tudja az ember, hogy nem a saját, tehát a saját kultúrád nem az egyetlen kultúra, de hogy mennyire más lehet, és hogy mekkora sokkot tud ez okozni, és ez fogott meg, ennek a gondolati mechanizmusa, emocionális vonzatai az, amire kíváncsi lettem, és ennek utána jártam. A kérdőívet nagyon sokan kitöltötték. Neked így összegezve, hogyha csak tényleg a kérdőíveket nézzük, akkor te hogy láttad, hogy ez a kultúrsok hogy érinti a magyarokat? Hát ugye a kérdőívben is voltak rengetegen, akik azt írták, hogy azért elég hamar haza is jöttek, tehát egy éven belül, vagy egy-két éven belül. De mondjuk ez egy 20%, ami szerintem sok. A 137 főhöz képest az sok. Aztán volt, aki csak pár hónap, vagy ugye egyetemi szint, tehát az az egy fél év, az a 3-4 hónap, amit kint töltött, és utána jött haza. De a nagy többség, ugye, aki egy életre költözött ki, és akár egyik országban még másikba, vagy közben hazajött, és megint országot váltott, összességében azt tudom mondani, hogy adaptálódnak, egészen könnyen adaptálódnak. Tehát annak nyilván volt egy oka, hogy elhagyták a szülőhazájukat. De mondom, tehát azt vettem észre, hogy gyorsan adaptálódnak, meglátják azt, hogy hogyan lehet megoldani egy ilyen helyzetet, akár a nyelvi kérdést, akár a lakhatást, szóval egészen összeszedetten tudnak gondolkozni, és nagyon elenyésző azoknak a száma, akik tényleg teljes pánik, és onnan rohanás inkább haza menekülni. De olyan is volt egy emberrel, nevet nem mondok nyilván, nem is tudnék, aki annyit írt, hogy hazamenekült, aztán legközelebb, amikor arra adta a fejét, hogy akkor külföld, mégis, mert kell, meg muszáj, akkor nagyon összeszedetten és mindennek utána járva indult el külföldre, és onnantól már bevált. Tehát onnantól már nem jött haza. Volt-e a kérdőív kitöltése során, úgymond már ugye a kiértékelése során, ami például olyan válasz, ami tényleg téged kirívóan meglepett? A nyelvkérdés. Már nem tudom, így után, most így mai fejjel végig gondolva, nem tudom, hogy miért az lepett meg, hogy azért a 90%-uknak nagyon nagy gondot jelentett az, hogy semmilyen külföldre, tehát hogy úgy ment külföldre, hogy semmilyen nyelvet nem beszélt, akár alapszinten, nem, hogy készségszinten. Szintén tehát ugye elenyésző számú volt az, aki azt mondta, hogy persze, így pikpak, így ment az egész. Tehát, és igen, tehát, hogy olyan érdekes, hogy a 21. században itt vagyunk, minden is suliban kötelező egy, de most már lassan két nyelv itthon, ugye, most már az egyetemistákat úgy veszik fel innen ettől az évtől, vagy tavalytól kezdődően, hogy két nyelv vizsga szükséges ahhoz, hogy egyáltalán felvenjenek az egyetemre. Tehát olyan furcsa, hogy a saját anyanyelveden kívül még legalább két nyelvet kéne ismerjél, ehhez képest az embereknek a nagyon nagy százaléka úgy megy ki külföldre, akár nyaralni, akár költözik külföldre, hogy ingyen nincs, hogy milyen nyelven kéne kommunikálni, legyen az angol, német, vagy bármilyen más világnyelv.
Úgyhogy ez az, ami meglepett, meg az tényleg, hogy, hogy mennyire más hozzáállású, tehát hogy mennyire megoldáskereső típusúak lettünk, így ilyenné fejlődtünk, nem tudom, itthon is ugye mindenki próbál okosan gondolkodni, okosan üzletelni, okosan csinálni a dolgait, és ezt, aki külföldre kimegy, ő náluk is nagy számban észre lehet ezt venni. Te gondolkozol-e abba, hogy esetlegesen valamikor a jövőben külföldre menjél esetleg tanulási céllal, vagy esetleg hosszú távon? Hát tanulási célból egyelőre nem tervezem, egyelőre elnézést, de rohadtul elegem van, tehát nem szeretnék több szakdolgozatot megírni, nekem ez nagyon-nagyon fárasztó és fájdalmas élmény volt. Annak ellenére is, hogy nagyon sok segítséget kaptam tőled is, meg azért a család is igyekezett segíteni abban, hogy én ezzel tudjak haladni. A másik kérdés másik felére pedig az a válasz, hogy elég családcentrikusnak neveltek. És nagyon, tehát, hogy sok minden köt még ide. Aztán, hogy ez az évek során hogyan változik, meg hogyan találok munkát, meg milyen munkát, meg hogyan, meg merre. Egy nyelvvizsgám van, lehet, hogy kellene még pár, és akkor úgy lehet, hogy biztosabban el is tudnék indulni, szóval ez még nagyon a jövő zenéje, de nem mondom, hogy nem gondolkodtam még rajta. Jó, hát nagyon fiatal vagy. Viszont visszatérve még a szakdolgozatodra, hogy ugye a kérdőívek az rendben, viszont neked szükséged volt még mély interjúkra. Miért volt erre szükség, és erről mi volt a véleményed, amikor megkaptad ugye a mély interjúkat? Azért volt szükségem a mély interjúkra, mert a kérdőív alapján azt az eredményt kaptam, hogy ugye ennek a kulturális soknak fázisai vannak. Az első fázis, ami az örömteli izgatottság, az eufória, hogy jó, úristen, minden új, de jó, hogy ez milyen izgi, ez megmaradt. A második fázis viszont, ez a letargikus, depressziós, negatív, ez a miért bánt engem mindenki, nem tudok senkivel beszélgetni, normálisan kommunikálni, úristen, kicsúszott a lábam alatt a talaj. Ez a része, ez elkezdett megváltozni, meg nem szűnik, csak sokkal enyhébbnek tűnt a kérdőív alapján, és amikor a konzulensemnek ezt mondtam, akkor ő javasolta, hogy akkor kérdezzek meg egy-két embert, 2-3-5 maximum, mert akkor ennek utána lehet nézni, és úgy tűnik, hogy azért a sejtésem beigazolódott, mint ugye egy szakdolgozatom végeredménye is mutatja, hogy ez a folyamat ezen nyúlni látszik, és ugye hát ebben elég nagy szerepe van annak, hogy sokkal könnyebben tudunk kapcsolatot tartani az itthoniakkal online, vagy telefonon, most már az sem olyan drága, vagy elképzelhetetlen. Úgyhogy ezért volt szükségem a mély interjúkra, és bizonyítottan, tehát alátámasztották azt, amit én gondoltam, hogy végre megy. Említettél most azért egy okot, hogy talán ugye a kommunikáció az otthoniakkal, hogy könnyebb, de szerinted mi lehet még az oka, hogy az évek folyamán megnyíltak úgymondván a határok, menjünk vissza nagyon, elkezdtek ugye az emberek külföldre menni, nagyon sokan ugye külföldön is ragadtak. Mi lehet szerinted még ennek az oka, hogy úgymondván ez a rész egy kicsit azért visszahúzódott, tehát hogy viszonylag könnyen vesszük az akadályokat? Az emberek nagy része ugye anyagi okokból megy külföldre, tehát állás alapon, vagy álláskeres, vagy ott kapott állást, jobb fizetéssel, mint amit itthon a képzettségéért, a munkájáért kapnak. És ugye a kommunikáció mellett azért 21. század, tehát egyre nagyobb az online térnyerés, tehát már online keresünk állást, online keresünk ezt, lakást, autót online veszünk. Tehát igazából most már le se tudunk szakadni nagyon a netről. Nincs olyan aspektusa az életünknek, ami benne lenne ott. Ez okoz hatalmas változást, és amikor mondjuk 2000-es évek elején, ugye, amikor jöttek a mobiltelefonok, a számítógépek, az internet nagyobb térnyerése itthon is, akkor azért elég sokan rákattantak, tehát ott is, hogy e-mailekben, ugye az egyik mély interjúban szerepel az, hogy a családjával e-mailben, netes kávézókból e-mailben tartotta a kapcsolatot. Ez nyilván ma már elavult, de ugyanúgy e-mailben, chatben kommunikálunk. De tényleg tehát, hogy most már nem tudunk leszakadni az online-ról, tehát a média, a kajarendelés, az autóvásárlás, a lakáskeresés, álláskeresés, ez mind online zajlik,
és ahogy nézem, meghallom másoktól, akik mennek online állásinterjúra, ez régebben is így volt, nem csak most itt pandémia idején, hanem volt nekem olyan csoporttársam, marketing szakos, aki bizony online interjúzott, mert úgy volt jó, és ki is ment, azt hiszem Németországban dolgozik jelenleg. Igen, meg ahogy most mondod, így belegondolok, mert ebbe igazán tényleg nem gondoltam bele, hogyha mitten 10 évvel ezelőtt indultunk volna el külföldre, mondjuk a mi példánkat véve, akkor ugye lehet, hogy jobban meggondolja az ember, mert akkor még mondjuk online nem volt annyi lehetőségem, hogy házat nézzek, milyen lehetőségek vannak, a környéket megnézzem, vagy esetleg csak azt a dolgot, ami nekünk egy nagyon-nagyon nagy biztosíték volt, lehet így mondani, hogy például amikor mi fölmentünk egy ilyen házkereső oldalra, akkor ugye ott volt, hogy a legközelebbi iskolák, és viszont az iskolák is, óvodák is ugye be voltak rangsorolva, tehát szerintem ez egy óriási nagy biztosíték arra, hogy azért már van információm attól függetlenül, hogy még nem is voltam ott, nem is tudtam körbenézni. Ugye azért jó pár évvel ezelőtt, hát ezt nem lehetett volna megtenni, és talán valószínűleg igen, hogy ezért is úgymond már ugye rövidebb lett ez a szakasz, tehát azért én nem tudom, hogy te hogy láttad, de azért én a tapasztalatomból azt látom, hogy azért nagyon sok mindenkinek megvan még ez a megzuhanási rész, meg ez a honvágy rész. Van, akinél ugye el sem múlik, van, akinél ugye ez abszolút elmúlik, de ebbe teljes mértékben egyetértek, hogy ez biztos, hogy nagyon sokat segít, és saját tapasztalatból tudom mondani. Viszont nekem lenne még egy olyan kérdésem, hogy fiatalként, jelenlegi helyzetben, ugye itt a vírus helyzet miatt a lezárások, becsöppentél ugye az életbe, befejezted a tanulmányokat, sikeresen lediplomáztál, munkakeresés. Milyen tapasztalatod van ezzel kapcsolatban most? Hogy nehéz, főleg most. Lett egy 4 órás állásom segítséggel, tehát ismerettség kellett hozzá, illetve jó volt, hogy van. És ezt még csak nem is online találtam, hanem hát úgy online, hogy Facebookon láttam egy hirdetést, és utána kérdeztem. Márciustól kezdek, de azt hozzá kell tennem, hogy ehhez a végzettségemnek semmi köze nincsen. 4 órás fizikai munka, de valami kell, és valamit csinálni kell, és ez is pénz, és emellett tudok állást keresni, nagyrészt online. Mert itthon például a munkaügyi hivatal ajtajára ki van írva, hogy rövidített nyitvatartás, fele annyi munkatársal, bocsi, nem tudunk ennyit fogadni, és egyébként is online lehet időpontot foglalni. Szóval igazából mindent online kell megoldani, és rohadt nehéz állást keresni. Az én végzettségemnek a neve hangzatos kommunikátor. Annyi minden benne van, hogy igazából szinte semmit nem jelent. És mint médiás embernek tanultam tulajdonképpen, nehéz, mert nem azt mondom, hogy nem keresnek újságírót, csak ugye a tévés média, az újságírás is körülbelül úgy működik, hogy kihalásos alapon. Tehát voltam én itt gyakornok a szülővárosomban a helyi televíziónál, nem keresnek embert, mert tele van. Ebben nem lehet dolgozni. Irodára most nem keresnek senkit, távmunka van, online munkavégzés van, amihez megkeresnének, az a vízgáz villanyszerelő, mentős, orvos, ápoló, nekem ilyen végzettségem nincs, meg most még kurzus sem indul, hogy esetleg kipróbálni, nem? Szóval így elég nehéz. És nézem végig, van egy nagyon jó barátom, neki minden a filmezés, tehát nem a film és videóvágás, hanem a szkriptírás, a forgatókönyvírás, ezt is tanulta, elvégzett egy ilyen iskolát. Csak hát nem talál magának semmi olyan munkát, ami kifizetődő lenne, úgy meg nem lehet elkezdeni egy életet, hogy havi 35 ezerért reggel 5-től este 8-ig autózgat meg, mit tudom, alsógödés, nem tudom, valami Isten háta mögötti kisfalu, ahol forgattak, között ingázik autóval, saját költségre, úgyhogy igazából a munkavégzéséért kapott pénzt, azt eltankolja és eleszi, tehát így nem lehet neki kezdeni. Ha meg nem azt nézem, hogy a végzettségemért mit kapnék, akkor viszont tényleg ezek a 4-8-12 órás munkák vannak, amit lehet szeretni, meg valahol el is kell kezdeni, csak nem biztos, hogy jutsz vele bárhová. Uh-huh. Igen. Nehéz.
Azért neked a tanulással ment el az elmúlt időszak, viszont tudjuk, hogy Magyarországon is ez miatt a vírushelyzet miatt ugye komoly lezárások, komoly szabályozások voltak, vannak. Te hogy élted ezt meg? Tehát milyen változásokat látsz, esetleg pozitív változást, amit adott neked ez az egész helyzet, a szabályozások, a bezártság, vagy akármi a te életedbe, ami pozitív volt? Alapvetően ambivert személyiségű vagyok, tehát ez a, nem tudom, ambivertált, amikor egyszerre vagy introvertált és extrovertált is egy bizonyos szempontból. De tehát nekem az itthon üléssel semmi bajom nincs. Viszont amit látok, amit én ebből az egészből tanultam, az az, hogy az embereknek se türelmük, sem semmi más ilyenük nincs, nemhogy a családjukhoz, sem más emberekhez, és most ez a lecke, hogy ezt kell megtanulni, hogy tudunk egymáshoz úgy viszonyulni, hogy ez nekünk is jó legyen, tanuljunk is belőle, ne legyen belőle botrány, meg baj. Nem tudom, hogy a magyar társadalom hol tart ebben, nagy javulást nem látok, de ez a lecke, amit meg kell tanulni. Bennem meg az, ugye, amikor jött ez a lezárás, tavaly március, onnan tudom, hogy március közepe, hogy nekem akkor kezdődött a suli, körülbelül 2 hete volt suli, és az első szakdolgozati konzultációs napomon délután álltam sorba a konzulensemhez a folyosón, és akkor jött az e-mail a sulitól, hogy pontosabban előbb a hírt olvastuk el, aztán jött az e-mail a sulitól, hogy akkor holnaptól bezárunk, gyerekek, szerdán szóltak, hogy csütörtöktől bezárunk, és mindenkit hazaküldtek, aztán akkor úgy döntöttünk, hogy én is menjek haza, úgyhogy nem fizettünk, tehát kompletten hazaköltöztettek Budapestről, és ez egy ilyen teljes csúszás, tehát egy fél éves csúszást képzeljünk el, hogy nekem tavaly ilyenkor már le kellett volna diplomáznom. Uh-huh. Ami jó, oké, hogy papíron, azt mondta a konzulensem, hogy ez papíron se jött volna össze, tehát egy hónap alatt nem dobsz össze egy kérdőívet, 3 mély interjút, meg egy teljes szakdolgozati elemzést. Szóval így is csúsztam volna, de így meg már a legelején el lettem vágva, szóval esélyem se volt megpróbálni. Meg hát nyilván akkor a munkahelyeket is mind felszámolták, tehát nekem tök jó diák munkáim voltak, azok sem maradtak meg, szóval így tulajdonképpen minden elúszott, és hogyha azt teszem, hogy nekünk fiataloknak, ezt így elvágták, így kész. Hogy, és nekünk még általánosságban szerencsénk van, tehát nyilván kellett pénzt keresnünk, de még ott van a szülői ház, ahova visszamehetünk, de valahol meg el kell kezdeni, hogy mi van azokkal, akik meg főállásban dolgoznak, és gyerekkel esetleg, aki meg nem mehet suliba, szóval valakinek otthon kell maradni, kinek kell otthon maradni, miért kell otthon maradni, rengetegen mennek tönkre, a munkanélküli segélyrendszer kezd kicsit összeomlani. Tehát ilyen 3 hónapos csúszások voltak kifizetésügyileg, meg elbírálásügyileg, szóval érdekes dolgok mentek, nyilván nem bírja a rendszer, nem készültünk fel rá, uh-huh. nem tudtuk, hogy ez jön, tehát ez teljesen jogos, meg és akkor ami tényleg a legnagyobb tanulság nekem ebből az, hogy azt kell megtanulni, hogyan kell túlélni. Tehát elnézést, hogy ezt kell mondanom, ez a mai Magyarország, hogy azt kell megtanulni, hogy levírozzál úgy, hogy túléld. Uh-huh. És most jelen helyzetben, ami itt kialakulóban van, így munkahegyileg, akkor itt az lesz, hogy én örülök, hogy van egy 4 órás munkám, mert így akkor nem feltétlenül kell átgázolnom másokon ahhoz, hogy munkát szerezzek. Nem kell mindenkivel versenyre kelnem. Ez olyan így érdekes. Szóval ez most egy nagy tanulság, egy nagy lépés lesz, mint a magyar kormány, mint az emberek számára, hogy most akkor tulajdonképpen ezt hogy is kellene túlélni, mit is kéne csinálni, és nyilván össze kéne fogni, csak nem tudjuk, hogy mihez kapjunk jelenleg. Ez a magyar helyzet. És te mit tudnál javasolni az embereknek, meg ugye neked van egy tapasztalatod, fiatal vagy, túl vagy ugye a diplomamunkádon, ez egy pozitív dolog akkor is, de hát ugye most azért vannak a szabályozások, tehát ugye elég nehéz ugye úgy elindulni a világba, ha lehet így mondani, és most nem arra gondolok, hogy külföldre, csak így elindulni, hogy te mit tudnál javasolni a korosztályodnak, hogy kell ezt túlélni? Nehezen javaslok bármit is, mivel hogy ugye visszat, hogy nekem megvan teremtve egy környezet, amiben nem vagyok rákényszerítve arra, hogy
hogy menjek. Én szeretnék menni mondjuk dolgozni, akkor én most elmegyek dolgozni, márciusban akár kezdek. Na de aki meg rá van kényszerítve, de nem talál semmilyen munkát, vagy amit találna, az nem annyira kifizetődő. Nem tudok nekik mit tanácsolni, mert nagyon szép elmondani azt, hogy persze bele kell adni apait, anyait az álláskeresésbe, vagy családot kell alapítani, vagy nem tudom, tehát ez is mind szép, meg jó, de ha csak azt veszem, hogy mondjuk valaki bevállalja ezt a 3 gyerekes kormány által segítségnyújtásos hitellel ezt a 3 gyerekes projektet, hogy nem tudom hány év alatt szül 1-2-3 gyereket, és erre megkapja a mindenféle támogatást a kormánytól, meg a pénzt a lakásra, a gyerekre, stb. Ez nagyon szép, csak utána azt valamiből fenn kell tartani. Tehát most, hogyha most nem talál munkát, akkor később mit csinál? Tehát oké, hogy itt van egy része annak a pénznek, amit kapnak, azt nem kell visszafizetni, de utána meg lejár a hitel, akkor megint kell fizetni, de miből? Ha nem talál melót, akkor miből? Mert egy gazdasági válság nem egy évig tart, vagy kettőig, ki tudja, meddig tart. Ki tudja, hogyan lábalunk ki belőle. Nem tudok nekik mit mondani, pláne úgy, hogy mondjuk én itt vagyok egyedül, 23 évesen, jelenleg se párom, és nem élek egyedül, tehát ilyen mama hotelszerű, amiből már én szabadulnék egyébként, ilyen szülői hotelszerűség, hogy aki meg egyedül él, vagy a párjával, és egyiküknek sincs munkája, szóval ez egy azért nehéz kérdés, mert nem tudok nekik mit mondani, mert nincs tapasztalatom. Ami meg le van írva szakirodalomban, az meg már elavult, meg erre a helyzetre nem érvényes. Az meg, hogy a pandémia hogyan tett bennünket tönkre, hát ezt kérdezzük meg azoktól, akik nem hordanak maszkot a boltban, vagy körbeköhögik az utcát, vagy nem tartják be a 1,5-2 méteres távolságot. De a hipohondria sem teljesen jó, tehát aki láttam olyat velem egykorú, aki úszószemüveg, ez a hálós sapka, maszk, kesztyű, meg azon még egy kesztyű jár boltba ilyen izével a lábán, ilyen gumibizbasszal a lábán, mint amit a kórházban adnak a kipúvédő. Vagy azért az se egy megoldás. Érdekes. De ugye most nem lehet kimenni külföldre, külföldről nem lehet bejönni, és ugye most külföldre se tanácsolnék menni. Érdekes lesz ez így. Az a baj, ugye nem látjuk a végét most. A kormány azt hiszem, hétfőn szavazták meg, hogy még 3 hónapra megkapják ezt a rendkívüli. Nem kell megvitatni semmit hozzádöntés című moratóriumot, vészhelyzetet, veszélyhelyzetet, de az, hogy a továbbiakban ez hogy lesz, azt nem tudja senki. Azt kell megvárni, és onnan már lesz válaszom a kérdésre, hogy mi a tanácsom a mostani, az én generációmnak, vagy a nálam fiatalabbaknak. Ha úgy alakul, akkor visszatérünk rá. Ez is egy nagyon érdekes, amit mondasz, mert ugye nálunk úgy volt, hogy január 5-én kellett volna megkezdődni az iskoláknak, óvodáknak. Január 4-én megkaptuk az e-mailt, hogy igen, akkor másnap mennie kell a gyerkőcöknek, és január 4-én este 8 órakor ugye Boris Johnson bejelentette, hogy nincsen iskola, óvodanyitás. És aztán jött ugye a hír, hogy március 8-a terv szerint. Elméletileg most az a hír van, hogy igen, március 8-án akkor elkezdik az iskolákat, óvodákat kinyitni, utána szépen folyamatában éttermek, stb. Tehát ugye megvan egy terv. Viszont már kaptam olyan jelzést egy-két anyukától, hogy ők már kapták, hogy március 8-án nem fog indulni az iskola, óvoda. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Ezért mondtam, hogy akkor fogom elhinni, hogy elindult, amikor betettem őket az iskolába, és ténylegesen látom, hogy akkor ott vannak a tanárok. Úgyhogy ez még tényleg szerintem egy érdekes helyzet, meg ahogy mondod, ténylegesen nehéz tanácsolni bármit is, mert napról napra lehetnek változások, akár Magyarországon, akárhol máshol a világban, tehát elég nehéz. Én nagyon szépen köszöntöm akkor a beszélgetést, és köszönöm, hogy megosztottad a tapasztalataidat, meg a véleményedet, és remélem, hogy azért fogjuk folytatni, mert kíváncsi lennék, hogy alakul az életed. Köszönöm szépen akkor, Barbie, szia-szia! Én is köszi, hello! Szia-szia!